ajándékozz egy talpalatnyi földet húsvétra és csökkensd a lábnyomodat helyi kézműves termékek beszerzésével. Ez volt a mottója annak a kézműves vásárnak, amit már hagyományosan rendeznek meg Pécsen. Ezúttal a civil közösségek házában várták a baranyai termelők, kézművesek a vásárlókat. Különböző portékákkal érkeztek a hölgyek. Mi vegán szendvicskrémeket és tésztaszószokat és aszalgyümölcsös finomságokat készítünk. Azért kezdtük el, mert egyrészt láttuk, hogy hány ember van, akinek mindenféle táplálék allergiája van, másrészt pedig mi magunk is vegetáriánus életmódot folytatunk, és szerettük volna bővíteni a kínálatot. A férjem szakács, és ő készíti a szendvicskrémeket házias ízekkel, megfőzzük őket, és egy ilyen sterilizáló hőkezelést kapnak, tehát amíg nem nyitjuk ki őket, addig sokáig elállnak. Nagyon szeretik a tésztaszószainkat, mert azok ilyen konyhakész szószok, semmiféle adalékanyagot nem használunk hozzá. Van, amit például mandulaliszttel sűrítünk be, az alapanyagok nagy részét azt mi termeljük hozzá. És amit nagyon szeretnek, az a királygombás szósz, azt mindenképpen szeretik, az vargányából van, biocsiperke és laskából, az olivás szendvicskrém, ami olivabogyó, csicseri borsó és aszalt paradicsom, azt is nagyon kedvelik, a paprika krémeinket, akkor van egy különlegességünk, a májbappástétom, ami májkrém ízű, de semmiféle állati összetevőt nem tartalmaz például. Én elsősorban most makramés termékeket árulok, tehát makramé fonás technikával készülnek, fülbevalók, ékszerek, kulcstartók, fali díszek, illetve egyéb lakásdekorációk. Most húsvétre készültem ugye, itt a húsvét kapcsán, de elkészítek bármit akár kívánság alapján is. Egy pár éve foglalkozom vele, most a makramézást azt egy éve kezdtem, tehát most erre a vonalra állok rá, itt a természetesség, ugye most az egyre jobban fölkapottabb dolog, és eddig nagyon tetszik. És illetve otthon vagyok ugye három gyermekkel, tehát anyaság mellett kezdtem el, és ez így időben is nekem így most jó. Vásárló is akad bőven, találkoztunk olyannal is, aki a véletlennek köszönhetően látogatott el a programra és vásárolt. Nem volt szándékos, hogy most bejövök, itt voltam a környéken a kisfiammal, és eszembe jutott, hogy akár vihetek a családnak egy-két szép dolgot. Szívesen vásárolok olyat, ami itt készül, ami kézműves, ezért. És a tavalyin is voltam, sőt a karácsonyon is voltam, és nagyon szeretem, mert családias ismerősökkel találkozom, addig jót veszik. A hagyományos húsvéti kézműves vásárt minden évben a Húci Baba Klub szervezi, amely egy családi csoport a kötődő nevelés jegyében. A főként babahordozókkal foglalkozó klub számára fontosak az ilyen események is. Évente kettőt szoktunk szervezni, negyed adventben, negyed pedig így húsvét előtt. Igazából a lényege az ennek a vásárnak, hogy helyi kézműves termékeket hívunk meg, akik itt a környéken készítik a termékeiket. És az a fontos, hogy a húsvétra úgyis kell valami ajándék, meg karácsonyra is, hogy akkor ilyen helyi termékeket vásároljanak az anyukák. Mindenféle árust várunk, aki kézzel készíti a saját termékét, tehát forgalmazókat, őket nem. Nagyon sokféle van, szerintem már körbe is néztetek. Díszektől elkezdve, ékszerek, bármiféle olyan termékek, amik kisbabához kapcsolódnak, olyan kis rongyik, párnák, ilyesmi. Ez a szokásos évi kettő, az adventben, karácsony előtt egy-két héttel, és így a húsvét előtti vásárunk az minden évben meg szokott tartódni. Hát most a Covid miatt sajnos eléggé elmaradoztak az elmúlt két évben, de most már karácsony előtt is megszerveztük, és hát úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés megint a vásár iránt. A vásár szervezői gondos odafigyeléssel választották ki a megjelenő árusokat, hiszen fontos a minőség és a természetesség. Vásárlás közben pedig a picik játszhattak is a számukra kialakított gyereksarokban.